Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor kiderül, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az év ezen időszakához. Tanácsokat kapunk a megfázás, influenza kezelésére, illetve hogy mikor forduljunk orvoshoz. Mazák Kata a szépségünket fogja ápolni, megtudjuk, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, valamint azt is, hogy miért érdemes a különböző bőrelváltozásainkkal foglalkozni. Tartsanak velem! Akik kíváncsiak rá, hogy miért is vagyunk mi most a farsangban, és mit jelent ez, valamint milyen egyéb népszokások babonák kötődnek ehhez az időszakhoz, azok most figyeljenek, mert dr. Pál István ezeket fogja nekünk elmondani. Még benne vagyunk a farsangban, de meddig is leszünk benne, és milyen babonák, népszokások vannak a következő hetekben, amikre érdemes odafigyelnünk? Hát meddig leszünk? Március 3-án lesz húshagyó kedd. Tehát addig tart a farsang, ha valaki nem tud, egyébként vízkeresztől január 6-ától tart, mindig a húsvét előtti 40. napig, az pedig mindig kednek kell, hogy legyen, és ez a húshagyó kedd, utána jön 4-e, az hamvazó szerda, és 5-én még egy hatalmasat lehet enni, mert ez a zabáló csütörtök, úgy nevezik. Tehát aki utána farsangol, az már a régi szokások, néphagyományok ellen tesz, hiszen akkor már beáll a szigorú 40 napos böjt, amit a keresztények és főképp a katolikusok megtartanak minden húsvét előtt. De ne szaladjunk olyan előre, hiszen érdemes néhány szót szólnunk még a farsangról, hiszen ha még ebben a hónapban végig benne vagyunk, akkor jó tudni, hogy nem Magyarországon találták ki egyáltalán farsangolást, és éppen ezért farsangi mulatságoknak, vagy a farsangi felvonulásoknak két neve is van. Farsang, ez a szó a német fasang szóból ered, ami azt jelenti, hogy német polgári közvetítéssel került Magyarországra. Bizonyára sokan ismerik a velencei karnevál rendezvényét. A karnevál, ez is Magyarországon meghonosodott, a magyar nyelvben is meghonosodott szó. Ez éppen arra utal, hogy itáliai közvetítéssel elsőként Mátyás király udvarában, akinek tudva le, hogy a felesége Beatrix az itáliai származású volt, tehát akkor csináltak először nálunk itáliai farsangot, de tulajdonképpen karnevált, és nagyon sokan eljárnak Velencébe, hiszen a világon az egyik leghíresebb farsangi vagy karneváli felvonulás az Velencében történik. De Magyarországon is van ennek hagyománya, éppen februárban szokták mindig megrendezni Mohácson a busójárást, ami szintén farsangi felvonulásnak nevezhető. Igaz, hogy ez nem magyar, hanem délszláv szokás, de ezt az 1960-as években felelevenítették, és már busó múzeum is van Mohácson. Éppen az elmúlt évben néztük meg az egész mohácsi forgatagot, ami elég látványos, rengeteg ember jelenik meg, sokszor már alig lehet megmozdulni az utcákon. Ezek a busók különféle pajzásságokat követnek el, macerálják az embereket, mint általában a farsangnak, vagy a farsangkor ez szokásban volt. Nem véletlen, hogy az emberek álarcot öltöttek farsang idején, hiszen ezzel belebújtak annak a gonosznak, annak a rossznak, annak az obszcén szavakat mondó, annak a gátlásaiból kivetkőzött embernek a bőrébe, aki egyébként nem az ő hétköznapi énjük, de ez, mint egy szelep, a farsangi időszak az embereknek az életében, ez az egy-másfél hónap beleivódott, ekkor kieresztették a gőzt, kiengedték a szelepet, majd felkészültek arra, hogy ezután, miután itt a farsangi mulatságok közben tényleg olyan dolgokat műveltek, amit egyébként nem tettek volna, visszaálltak a hétköznapi életbe, hiszen megkezdődött a böjt, amit korábban szigorúan vettek, míg a reformátusok is például nagy péntek napján böjtöltek, tehát ez egy olyan időszak, amely még most kihasználható. Egyébként, ha már februárban tartunk, és szó volt arról, hogy milyen népszokások vannak, rögtön az első, vagy milyen hiedelmek, a február 2-a, ez a gyertyaszentelő napja. Ilyenkor szokták mondani, hogy ha ilyenkor kijön a medve a barlangjából, amelyik egyébként téli álmot alszik, és ha meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert akkor még hideg lesz, tehát úgy tartják, ha gyertyaszentelő napján süt a nap, akkor még hosszú ideig tart a tél, visszabújik a barlangjába és tovább alszik. Rögtön utána február 3-a Balázs napja következik.
amely Szent Balázs napjáról, a torokgyík, vagy a torokbetegségek gyógyítójáról szól, és a középkor óta a diákok ilyenkor felvonulást tartottak a településen, ahol éppen laktak. A tanítónak plusz jövedelem szerzés szempontjából végigjárták azokat a házakat, ahol iskoláskorú vagy iskolába menő gyerekek vannak, és adományokat gyűjtöttek, Balázs éneket mondtak, meg ilyenkor ezen a napon a pap megszentelte az kisgyerekeket, hogy ne legyenek torokgyilkosok, hiszen ez egy olyan gyilkos kor volt, amiben nagyon sok gyerek elpusztult. Ezt úgy tette, hogy két gyertyát tartott, nem égő gyertyát, hanem két gyertyát tartott a torka elé, és megszentelte. Egyébként a február még a már a tavaszvárás időjeként telik az embereknél, hiszen itt van a Julianna nap, amely fontos idő, jósló nap. Itt van a Mátyás nap, február 24-én, ami megint azt jelzi, úgy szokták mondani, ha ezt jégtörő Mátyásnak is hívják, hogyha nem talál, akkor hoz, ha talál, akkor felolvasztja a jeget, tehát minél annál hamarabb következik be a tavasz. Itt vagyunk a megfázásos, influenzás időszak kellős közepén. Dr. Bak Judittól kértünk tanácsokat, hogy mikor forduljunk orvoshoz, illetve milyen házi szereket alkalmazhatunk, ha nem olyan nagy a baj. Az egyszerű megfázás meghűlésnél nincsenek izomfájdalmak, amikor tudjuk, hogy kiszaladtunk a postáshoz Jackie nélkül, és egy kicsit csorog az orrunk, esetleg lázunk is van, de kifejezett izomfájdalom, nagyon magas láz nincsen. Ilyenkor pár nap alatt egy kis C-vitaminnal, orrcseppel, jó meleg fürdővel, kalapkúrával meg lehet oldani ezt a problémát. Amikor tipikusan minden izma fáj az embernek, meg még a hajatöve is, akkor az már biztos, hogy egy vírusfertőzés. Hogy most pontosan melyik vírus, influenza vagy sem, azt ugye pontosan nem tudjuk megmondani. Az influenzával az a baj, hogy nagyon komoly szövődményei lehetnek, hiszen atipusos tüdőgyulladást is lehet kapni, illetve hát elfajulhat a dolog. Mindenféleképpen érdemes, különösen, hogyha időskorú valaki vagy az immunrendszerével van valami probléma, érdemes védőoltást kérni a házi orvostól, ami egyébként ingyen is kapható. A gyerekeknek is megvannak a maguk tipikus és jól beszerezhető influenza elleni védőoltásuk. Minél több embert oltunk, annál jobban átoltott a közösség, tehát annál kevésbé fogjuk átadni egymásnak ezt a fertőzést. Természetesen akinek olyan súlyos problémája van, annak nem lehet védőoltást adni, őt viszont azzal védhetjük, hogyha a családtagok oltják be magukat. Naponta halljuk a cseppfertőzéssel terjedő kifejezést. Ez mit jelent? Mi a cseppfertőzés és hogyan tudjuk ezt elkerülni? Bizonyára sokan tudják ezt már, de azért ismétlés a tudás minden rokona. A cseppfertőzés az nyállal, orváladékkal történő érintkezést jelent. Hogyha valaki úgy tüsszög a buszon, hogy nem teszi oda a szája elé a kezét vagy a zsebkendőt, akkor sajnos bekerül a levegőbe, és onnantól kezdve másfél méteren belül bárki, aki éppen akkor belélegezte ezt a levegőt, elkaphatja. Hogyha már órák telnek el, akkor természetesen az a vírus hamar elhal, hiszen abban a környezetben már nem szeret lenni. De hogyha valakire ráprüszkölnek, vagy a gyerekek egymásra kenik az orváladékokat játék közben, mert hát a gyerekek ilyenek, akkor nagyon hamar el lehet kapni ezt a fertőzést. Tehát a sima kézfogás azért nem nagyon egyszerű. Hát előtte habcizott bele, akkor minden további nélkül lehet, hiszen hogyha kezet fogtak, és utána ő is köhögött és a szájához emelte a kezét, akkor nem lehetetlen, de azért ez már nagyon átvitt. És akkor ezért mondják mindig, hogy mossunk kezet. Bizonyám, minél gyakrabban mosunk kezet, orrfújás után is érdemes kezet mosni, és hát az abszolút ugye szellőztetés, naponta többször is szellőztetni, hogyha lehetséges, mert a nagyon hideget nem szereti a vírus. Nagyon hideg télen, sokkal később jön el az influenza szezon is. Hogyha nagyon meleget tartunk a lakásban, megint csak kedvezőtlen. Tehát gyakori szellőztetéssel, gyakori kézmosással, a zsebkendő megfelelő használatával meg lehet előzni a cseppfertőzéssel való terjedést. Milyen szövődmények azok, amikkel fenyeget minket
az influenza például? A legtipikusabb az atipusos tüdőgyulladás, de természetesen majd minden szervet érinthet, a szívbelhártyát is érintheti, talán ez a másik gyakoribb, de igazság szerint bármilyen szervet megtámadhat, akár szédüléshez, tehát a belső fülnek a képleteit is megtámadhatja, úgyhogy gyakorlatilag minden szervet érinthet. Honnan tudjuk, hogy akkor most már itt az ideje, hogy orvoshoz forduljunk, hiszen ugye eleinte köhögünk, folyik az orrunk, esetleg van lázunk is, az, hogy kinek mi a relatíve nagyon magas, az egyéni, és akkor mi dönti el azt, hogy most akkor már tényleg el kéne menni orvoshoz? Az, hogy valakinek láza van, azért önmagában még nem kell orvoshoz fordulni. Tehát vannak tipikus tünetei, csorog az orra, fáj a feje, fáj minden izma, vírusfertőzése van, beveszi a lázcsillapítót, vagy hűtőfürdőt vesz. Ha 3-4 nap alatt a láz tendenciája nem úgy alakul, hogy csökkenő tendenciát mutat, akkor érdemes elmenni orvoshoz, különösen, hogyha masszív köpetet ürít, tehát gennyes köpetürítése van, hogy az orrváladéka már nem csak átlátszó vagy fehér, hanem már színesebb, akkor nyilván felül is fertőződött valamilyen baktériummal, ilyenkor már érdemes elmenni a házi orvoshoz. Házi praktikák közül mi az, amit érdemes kúraként használnunk? Én először is a megelőzésre gondolok, mindenféleképpen érdemes ebben az időszakban. Rengeteg jó immunerősítő van, amit már az influenza szezon előtt érdemes beszedni, ugye maga a védőoltás, multivitaminok szedése, plusz C-vitamin szedése, és hogyha már bekövetkezett a baj, akkor vannak ezek a forró italok, nagyon jó, kinek az ízlése és főúri szeszélye szerint nyugodtan lehet választani, ízesítés és minden más tekintetében. Nagyon jók reggel, délben, este ezt beveszi, ugye ebben van láz és fájdalomcsillapító, van plusz vitamin, tehát ezek általában elégségesek 3-4 nap alatt, max. Egy hét alatt, hogy ezeket a tüneteket megszüntessék. Természetesen lehet sósvízzel inhalálni, kamillával inhalálni, a szárít egy kicsit, úgyhogy ezeket a praktikákat be lehet vetni. Van, aki a grapefruit cseppre esküszik, van, aki a fokhagymás mézre. Nagyon sokféle házi praktika van, mindegyikben van egy kis igazság, mert egy kis természetes antibiotikum vagy probiotikum mindegyikben van, és természetesen ezek segítenek. Ahogy megszokhatták, Mazák Katalin mindig segít nekünk abban, hogy egyre szebbek és szebbek legyünk. Most sem lesz ez másképp. Milyen kezelést mutatunk be ma a kedves nézőknek? Egy gyors ebédidőben is elvégezhető téli regeneráló kezelést. Van-e speciális célközönségünk, vagy bárkinek ajánlhatjuk? Bárkinek ajánlhatjuk, de mivel retinolt tartalmaz a kezelés, így természetesen azok főkezelése lesz, akik retinolra nem érzékenyek, és azon belül is aknés, heges bőröknek jó regenerálója lehet, nagyon szépen lehet a retinolra ezeket a mélyebb atrofiás hegeket kezelni, illetve a ráncos bőröknél is nagyon szépen serkenteni lehet vele a kollagén termelést. Ha jól értem, ez egy gyors, rövid kezelés. Mennyi időt vesz igénybe? Egy 30-40 percet. Miből áll a kezelés? Egy alfa-hidroxisavas letisztító géllel kezdjük a kezelést. Ez nagyon szépen előkészíti a hatóanyagok felszívódására, és mély rétegben tisztítja meg a felületet. Ezt követően egy gyengét hámlasztóport alkalmazunk, ami nagyon szépen frissíti, és a tónusát, a bőrképet finomítja, az esetleges pigmentfoltokat is nagyon szépen tudjuk vele halványítani, és egy szebb, üdébb bőrképet kapunk használatával. Ezt követően egy C-vitaminos pakolással folytatjuk a kezelést, ami szintén nagyon jól serkenti a kollagéntermelést, és a záró ápolás az egy őssejtes krém, amihez a retinol szérumot keverjük hozzá, illetve egy szemkörnyékápoló, és mivel retinolról beszélünk, természetesen fényvédővel zárjuk a kezelésünket, és egy ajakápolóval. Megbeszéltük, hogy az erre a hatóanyagra érzékenyek nem használhatják, de egyébként előfordulhat-e az, hogy a retinol helyett valami más hatóanyaggal ugyanígy meg lehet ilyen gyors kezelést csinálni? Természetesen a szérumot más szérumra is tudjuk cserélni, tehát az alapfel
tételek megmaradnak, és akkor a szérumon változtatunk, amennyiben valaki bármelyik összetevőre érzékeny lenne. Egyre többször halljuk azt, hogy érdemes figyelni, nagyon figyelni a különböző bőrelváltozásainkra, és hogy miért és mik azok, amiktől érdemes gyorsan megszabadulni, arról fogunk most beszélgetni. Mik azok az egyéb bőrelváltozások? Az anyajegyeken és a vírusos szemölcsökön kívül leggyakrabban a fibromákkal és a szeborreás verrukákkal szoktak hozzánk fordulni az emberek. Ezek hogy néznek ki? A fibrómák egy puha tapintatú, kocsányon lógó, halványbarna vagy bőrszínű bőrelváltozások, amelyek általában a nyakon, hónajban, mellek alatt fordulnak elő. Általában dörzsölődésnek kitett helyeken jelentkeznek. Okát pontosan nem ismerjük, de genetikai okok, illetve ennek a dörzsölődésnek a hatása szóba jön a kiváltásában. Kell-e velük foglalkozni, tehát okozhatnak-e problémát? Bizonyos esetekben irritálódhatnak, ha olyan helyen vannak, amelyek dörzsölődésnek vannak kitéve. Ebben az esetben érdemes őket eltávolítani, illetve esztétikailag nagyon szép eredménnyel lehet őket eltávolítani, úgyhogy mindenképpen érdemes. Lehetnek-e ezek rosszindulatú elváltozások idővel? Jellemző, hogy ezek rosszindulatúvá nem válnak. Folyamatos irritáció esetén azonban olyan elváltozások indulhatnak meg bennük, amelyek során megvastagodnak, illetve folyamatos gyulladásban vannak, akár összetéveszthetőek rosszindulatú elváltozásokkal. Tehát minden olyan esetben, amikor nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy valóban jóindulatú elváltozásról van-e szó, ki szoktuk venni sebészi úton, és szövettani vizsgálatra is küldjük. Említetted az eltávolítást. Létezik-e valami házi csodaszer, amivel ezt meg tudjuk oldani? Szoktak próbálkozni teafaolajjal, almaecettel, házilag fogsejemmel vagy hajszállal, elkötéssel. Én ezeket a módszereket nem javaslom, mert begyulladhatnak, és akár nyommal gyógyulnak. Nagyon jó módszerek léteznek a bőrgyógyászatban, amellyel szépen nyom nélkül el lehet őket távolítani. Mik ezek? Éles kanállal lekaparás, fagyasztás, illetve a legjobb módszer, amivel a legszebben, legjobb kozmetikai eredménnyel tudjuk eltávolítani, az a lézeres eltávolítás. Ez hogy néz ki? Mi történik a folyamat során? A lézersugárral nem érintkezünk a bőrrel. A lézersugarat ráirányítjuk az eltávolítandó bőrelváltozásra, tehát nem is érintkezünk az eltávolítandó területtel. Ezáltal a fertőzés veszély jelentősen csökken. A lézersugár elpárologtatja a szövetet, amelyet füstelszívóval elszívunk. Vérzés sem jellemző, mivel a kisebb véredényeket a lézersugár elzárja. Kell-e valamire figyelnünk utána, hogy például nem mehetünk napra, vagy nem használhatunk valamit, vagy víz ne érje? Van-e valamilyen utógondozási feltételünk? A fényvédelem az nagyon fontos, hetekig a beavatkozás után, hogy nehogy pigmentálódjon az eltávolított bőrelváltozás helyén lévő heg. Víz szoktuk javasolni, hogy ne érje pár napig, de egyébként hétköznapi tevékenységéhez visszatérhet a páciens, dolgozhat, nem igényel semmilyen különösebb utókezelést. A nagyobbakra szoktuk javasolni egy kis fertőtlenítő oldatos ecsetelés használatát. Van-e, akinek nem használható a lézer? A lézer tulajdonképpen bárkinek alkalmazható. Nem szoktuk javasolni, ha fertőzött, gyulladt területen, gennyes pattanás közelében helyezkedik el az eltávolítandó bőrelváltozás. Egyébként nagyon sok mindent lehet olvasni, hallani, és divatos is volt egy időben, hogy lézeres, lézeres, lézeres. Mire jó még a lézer, és miért ennyire jó? A lézerrel nagyon pontosan lehet irányítani az eltávolítást, nagyon kis területre tud koncentrálni, nem bántja a környező szöveteket, nem kell varat. A fertőzés veszély, mivel nem érintkezünk a szövettel, minimális, lecsökken a fertőzés veszélye. A vérzés veszély is csökken, mivel a kisereket koagulálja.
varat sem szükséges, és ezáltal kiváló kozmetikai eredménnyel gyógyul, viszont nem minden elváltozás távolítható el lézerrel, meg vannak a szakma szabályai, hogy melyek azok a bőrelváltozások, amelyeket lézerrel eltávolíthatunk, és mi az, amit feltétlenül sebészeti kimetszéssel, illetve szövettani vizsgálattal kell eltávolítani. Kos. Menni vagy nem menni? Ez itt a kérdés. Legyen mégis bevállalós, engedjen a csábításnak, fogadja el a kihívásokat. Önt is meglepi, mennyire új oldala bontakozik ki ezek révén. Bika. Az élet sokszor megmutatta már, hogy a család a legfontosabb. Lassan önnek is ez lesz a legfontosabb csapásvonal. Sokkal több időt fog szentelni a következő időszakban a családjára, a családi kapcsolatok ápolására. Ikrek, igyekezzen jobban figyelni egészségére, mozogjon többet. A barátaival is tölthetne több időt. Sokszor a hangulat ingadozásait már maga is nehezen viseli. Vegye jobban kézbe a dolgok irányítását. Rák, ennek a felesem tréfa, komoly lehetőségek nyílnak meg ön előtt. Hihetetlennek tartja, de valósak. Tehát ne tétovázzon, itt az ideje, hogy belevágjon álmai megvalósításába. Oroszlán, az öntől megszokott lendülettel kezd bele a legkisebb feladat megoldásába is. Nyugodtan visszább vehet az erőből, hiszen sokkal kisebb energiával is ugyanoda jut. A nagy dolgokra koncentráljon, arra tartogassa az erejét. Szűz. Nagyon ügyesen navigálja a dolgokat, kár, hogy most nem hallgatnak önre a kollégák, a családtagok. Ne bosszankodjon, az első eredmények az ő hozzáállásukat is megváltoztatja majd. Mérleg. Miért is kellene visszafognia magát? Tele van energiával, amin mások ugyan csodálkoznak is. Ön csak haladjon előre, ne foglalkozzon a többiekkel. Ha lendületben van és szabad a pálya, miért fékezne? Skorpió. Elfáradt, ez egyértelmű. De még most is kisújból megold olyan dolgokat, amiket másoknak nekifutásból sem sikerül. Most kell nagyon koncentrálni, és a veszettnek hitt ügyek is megfordulhatnak. Nyilas, itt az ideje, hogy komoly terveket szövögessen, sőt, ne is gondolkodjon sokat, minél hamarabb kezdjen bele a megvalósításukba. Bár vannak félelmei, de ne aggódjon fölöslegesen. Minden rendben lesz. Bak. Nagy a lendülete, és nagyon nyerekben érzi magát. De vigyázzon, mert ahogy a mondás is tartja, magas lóról lehet nagyot esni. Jobban tenné, ha mostanában az alkalmazkodó képességét részesítené előnyben. Vízöntő. Soha nem ér rá, mindig rohan, pedig lehetne ez másképpen is. Ha reálisan nézi a napjait, észre kell vennie, hogy sok időt vesz el az, ahogyan halogatja a dolgokat. Helyette pedig ez alatt az idő alatt kész is lehetne velük. Halak. Érdemes lenne kicsit jobban visszanézni a múltba, és embereket, akiket elhanyagol mostanában, fel kellene hívni, beszélgetni, törődni kellene velük. Hiszen milyen jó volt, amikor önnek volt szüksége rájuk, akkor ők mindig ott voltak. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorába. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!